Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Jela Jászmin Grace vagyok. Mutatom, mivel készültünk önöknek a mai napra. Közel 300 rajzot és festményt küldtek be a gyerekek az alkotói pályázatra. A Tamási Koncert fúvott zenekar számos előadással készült 2023-ban is. Változatos évkezdetet tervez a Babits Mihály Kulturális Központ. Ünnepi jubileumi koncertet adott a zombai Sonnenblume német nemzetiségi kórus. Közel 300 rajzot és festményt küldtek be a gyerekek arra a pályázatra, amit a Tolna megyei rendőrfőkapitányság területi kisebbségi munkacsoportja és a Tolna megyei cigány önkormányzat közösen hirdetett meg. A legjobb alkotásokat most ismerték el a szervezők, összesen 16 díjat adtak át. Még tavaly december közepén készültek ezek a felvételek. Már akkor dolgozott a zsűri, hogy elbírálják a beétkezett pályamunkákat. A rendőrség és a Tolna megyei roma vezetők évek óta biztosítanak lehetőséget a gyerekeknek arra, hogy megmutassák, mit gondolnak a fontos társadalmi jelenségekről, problémákról. A bírálóbizottság elnöke szerint a kicsik idén különösen kreatívak voltak. Hál' Istennek sikerült nagyon sok olyan pályamunkát találnunk, amelyek tényleg érdemesek voltak arra, hogy felkeltsék a zsűri figyelmét, és a végén elég nehéz döntés eredménye lett az, hogy sikerüljön a díjazottakat kiválogatni, mert hogy a bőség zavarával küzdöttünk azért mégiscsak, és állíthatom, hogy azért azok a művek, amelyek tényleg a zsűri figyelmébe koncentrálódtak, azok tényleg olyan színvonalasak voltak, hogy méltóak lehetnek akár egy kiállításra is, vagy valamiféle közszemlére tételre. Jaksa Zombad az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos gondolatait rajzolta le. Egy ne háborúsz felirat, és hogy szerintem a háború helyett miket kéne csinálni. Hogy tanulni, játszani, olvasni, meg többet lenni a családoddal. A háború témáját több végül díjjal is elismert diák is feldolgozta. Másodjára vettünk részt, tavaly másodikok lettünk. Hát különböző technikákat alkalmaztunk, különböző festékekkel, meg pasztelkrétával. A fő téma ugye a háború volt számunkra, de nem csak az, hanem annak a következményei, meg hogy ez milyen hatással van az emberekre. Igazából egy érzést akartunk megragadni, ezt a kétségbeesést kint, hogy az alaphangulat is ilyen sötét lett mostanság, és bizonytalan. Szerintünk ez nagyon fontos téma, mert ez a háború ez mindenkinek nagyon rossz, mindenki számára, és ezért választottuk ezt a témát. A fiatalok szabadon választhatták ki a témát, amiről alkottak. A lényeg csak az volt, hogy olyan jelenséget dolgozzanak fel, amik szerintük sokak mindennapjaira van komoly hatással. A környezetvédelemről rajzoltam, hogy az egyik oldalára a jót, a másik oldalára pedig a rosszat. Hogyha megvédjük a környezetet, akkor úgy marad, ahogy most van. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság területi kisebbségi munkacsoportja és a Tolna megyei cigány önkormányzat harmadik alkalommal hirdette meg a gyerekek számára kiírt rajzversenyt. Az idei évben minden korábbinál több alkotás érkezett be. Az idei évben harmadik alkalommal hirdette meg a Tolna megyei rendőrfőkapitányság területi kisebbségi munkacsoportja, valamint a Tolna megyei cigány önkormányzat azt a pályázatát, amelyet elsősorban hátrányos helyzetű gyerekek részére írt ki, mégpedig egy rajzpályázatról van szó, amelyben különböző témákban készíthettek a gyerekek pályaműveket. Az idei évben nagyon-nagyon sok pályamű érkezett be, közel 300-an jelentkeztek erre a pályázatra, és küldték be a rajzaikat. Egyesek saját maguk készítették, illetve saját maguk küldték be, valamint különböző iskolákból érkeztek a megye számos pontjáról ezek a művek. A pályázat kiírói azt kérték a gyerekektől, rajzoljanak vagy fessenek olyan társadalmi problémákról, bármiről, ami szerintük aktuális. Adtunk egy kicsi segítséget a gyermekeknek, ugye csak általános iskolás gyerekek vehettek részt, alsó felső tagozat. Az tulajdonképpen a
jelenleg kialakult helyzet Magyarországon, és itt a szomszédos országban, hogy a háború, a szegénység, a rasszizmus, családon belüli erőszak. Úgyhogy volt sok olyan témakör, amit mi megjelöltünk, vagyis legalább nem jelöltük meg, hanem csak úgy mondtuk az iskolába, hogy mégis minek örülnénk igazából, és akkor a gyerekek szabadon választhattak. De nem volt kötelező ezt tulajdonképpen észbe tartani, mert volt, aki a közlekedésről csinált nagyon értékes rajzot. A gyerekek most egész szép jutalmat fognak kapni, önkormányzatunk elég szépen tudott rá pénzt biztosítani. 300 ezer forint környékén tudtunk erre a rendezvényre pénzt elkülöníteni, gyerekeket meg tudjuk vendégelni. Két első helyezettünk az kap 25 ezer forintot. Úgy döntött a bizottságunk, hogy pénzt nem adunk, hanem csak olyan ajándékot, amit olyan helyen tud levásárolni, hogy biztosak legyünk benne, hogy nem másra fordítódik ez a pénz. A mostani díjátadón összesen 16 fiatal munkáját ismerték el díjakkal. A Tamási Koncert Fúvós zenekar tavaly ünnepelte fennállásának 60 éves évfordulóját. Ez alkalomból háromnapos fiesztával készültek, ahol vendégzenekarok fellépése is színesítette a programot. Az idei évre is számos terve van a Csokonai díjas zenekarnak. Korábban a Tamási adventi rendezvény alkalmával hallhatták az érdeklődők a Csokonai díjas Tamási Koncert Fúvós zenekart játszani, akiknek a tavalyi éve már a megszokott rendszerint alakult, miután a covidos időszakot követően újra rendszeressé váltak a próbák. Azt hiszem, hogy pont januárban volt az az időszak, amikor feloldották a korlátozásokat, úgyhogy januártól el is tudtuk kezdeni a felkészülést, és igazából volt is mire, hiszen júniusban tartottunk egy fiesztát, úgymond, hiszen a 2022-ben ünnepelte a zenekar a fennállásának a 60. évfordulóját, úgyhogy erre egy háromnapos rendezvénnyel készültünk. Az első napon volt egy beltéri nagy koncertünk, úgymond, amire egy nagyon erős és színvonalas műsorral készültünk, arra nagyon sokat próbáltunk, tulajdonképpen a január óta. Aztán szombaton volt egy kicsit lazább nap, akkor ugye több zenekart is meghívtunk, az volt inkább ilyen fiesta jellegű. Ott inkább térzenei koncertet adtunk mi is, és a több zenekar is. És akkor vasárnap volt egy öregzenész találkozó, ahol a régi tagokkal, akik már nem aktív részei a zenekarnak, velük adtunk egy kicsit azért még könnyedebb jellegű hangverseny, szóval azért volt mire készülni, jól sikerült a felkészülési időszak, hál' Istennek. A 60 éves múlttal rendelkező zenekar nehéz időket is megélt, volt, hogy a tagok létszáma csak 12 fő volt, de még így is sikerült megőrizni az együttest. A városban működő zeneiskola diákjai közül sokan kerülnek be a Koncert Fúvós zenekar tagjai közé. A mostani aktív létszámunk az, azt gondolom, hogy adventi koncertünk volt az utolsó vasárnap, ott azt gondolom, hogy voltunk egy 30-an körülbelül. Tehát az elmondható, hogy most az egy ilyen beállt dolog. Az évet azért két részre lehet bontani, ugyanis ameddig tartott a fiesta, addig eléggé aktív volt mindenki, hál' Istennek. Tehát arra igazából a fő attrakcióra sikerült jól összerázni a bandát. Aztán a nyáron azért le is szoktunk egy picit állni egy másfél hónapra, hogy egy kicsit úgy mindenki kipihenje ugye a dolgokat. Ez meg is történt, és akkor ősszel újraindulni, újrakezdeni megint egy kicsit nehezebb, felpörögni itt az év végére. Tehát azt mondom, hogy az év vége fele nehezebb volt összeszedni a csapatot, de azt gondolom, hogy viszont az év eleje az már nagyon pozitív volt,
de itt azért nagy szerepe volt annak, hogy volt miért dolgoznunk. Tehát azért ez egy olyan esemény volt, amit azt gondolom, mindenki várt, mindenki készült rá. Úgyhogy nyilván ez mindig fontos, hogy legyen mire készülni, mire készülünk. Ugyanis, hogyha nincs cél, akkor azért kevésbé lelkesek a tagok. Most még itt nagyon elején vagyunk az évnek, most valószínűleg le kell ülnünk az egyesület, illetve a zenekarnak a vezetőségével, vezetőségi tagokkal, és átbeszélnünk, hogy mik azok a célok, amiket így akár így megfogalmazhatunk így erre az évre vonatkozólag. Nyilván vannak tervek, konkrét terv is van, tehát szeretnénk azért a közeljövőben egy nagyobb kaliberű koncertet adni ismét a Művelődési Központba, arra azt hiszem, hogy májusban fog sor kerülni, és akkor majd itt a nyára vonatkozólag most is azt gondolom, hogy augusztusban lesz egy ilyen úgymond uborka szezon, de előtte azért szeretnénk valami különlegeset adni a közönségnek is, a zenekar tagjainak is, még tervezés alatt állnak a dolgok. Igazából a zeneiskola a motorja ennek a zenekarnak. Hál' Istennek azért azok a fiatalok, akiket úgy látunk, hogy alkalmasak erre a feladatra, úgymond, ha nevezhetjük feladatnak, azok általában szívesen jönnek. Tehát azt gondolom, hogy ők már valószínűleg valamilyen úton, módon azért találkozhattak akár a koncerteken a zenekarra, tehát valószínűleg tudják, hogy miről van szó. Így nagyon szívesen jönnek. Igaz, hogy az eleinte általában nagy feladat szokott nekik lenni maga a beilleszkedés, akár szakmailag, akár ugye itt nagyon sok felnőtt van, idősebb korosztályból is, tehát a közösségbe is beilleszkedni. De azt gondolom, hogy egy ilyen fél év után már úgy általában szokott működni a dolog. A zenekar célja mindig is az volt, hogy a lehető legtöbbet és legjobbat hozzák ki magukból fellépéseik alkalmával. Legyen szó egy egyszerű városi rendezvényről, vagy egy nívósabb nagy koncertről. Azt gondolom, hogy ha tesszük a dolgunkat, és mindenki lelkesen oda teszi magát, akkor ezek az eredmények általában azért így jönnek. Most persze az, hogy ha megcélzünk egy versenyt akár belföldön, akár külföldön, és olyan szándékkal megyünk oda, hogy valamit el szeretnénk érni, az egy más történet, de az, hogy akár a város részéről kapunk olyan elismerést vagy kitüntetést, amire esetleg nem számítottunk, azt gondolom, hogy az inkább csak egy plusz vagy egy visszajelzés arra, hogy jól csináljuk a dolgunkat, viszont én el is mondtam a zenekarnak, hogy ez egyben azért teher is, meg felelősség is, ugyanis ez most akkor azt jelenti, hogy vagy rá kell tennünk még egy lapáttal, vagy pedig ugyanazt a színvonalat kell hoznunk, amit eddig elvárt tőlünk a közönség is, vagy akár a szakértők, vagy akárki. Az együttes legutóbbi elismerése a Tamási Város Közösségért cím, amit a tavaly október 23-ai ünnepség keretében vehetett át. Amit az utóbbi években nagyon lelkesen és tisztességesen teszi a zenekar a dolgát, akár a városi fellépésekről van szó, vagy ugye jártunk külföldön is versenyen, tehát tulajdonképpen azért mondhatom azt, hogy rászolgáltunk a díjra. A számos díjjal büszkélkedhető zenekar a működéshez az önkormányzat jóvoltából sok támogatást kap, de saját forrásaik is vannak. Egyrészt a magának a Tamási Fúvós Egyletnek, aki a zenekar mögött áll, neki is van költségvetése, és a Tamási Fúvós Zenekarért Alapítványnak is. Nyilván itt több összetevős a dolog. Az önkormányzat részéről is kapunk támogatást, különböző pályázatokból is, adományokból tevődnek össze ezek a dolgok. Hát azért egyébként nagyon szoktuk figyelni a pályázatokat, mert mindig, főleg a célzottakat. A népszerű Tamási Koncert Fúvós Zenekar a tervek szerint 2023-ban számos koncerttel várja a nagy közönséget. Jó hangulatú szilveszteri mulatsággal indította az évet a Babits Mihály Kulturális Központ. A Művelődési Házban januárban számos esemény zajlik majd, köztük a Magyar Kultúra Hete programsorozata is.
Az évben két jubilómi évfordulóról is megemlékeznek, több rendezvény segítségével. Így Petőfi születésének és a himnusz létrejöttének is 200. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. Közel 300-an durantottak a pezsgővel, köszöntve az új esztendőt a Babits Kulturális Központban. Az elmúlt két évben nem kerülhetett sor az egyébként mindig teljesen teltházas program lebonyolítására, de az energiaválság hatására jelenleg zárva tartó művelődési intézmény vezetése úgy döntött, idén megrendezi a szilvesztert. Az idei bál megmutatta, visszatért az élet a házba. Rendkívül nagy volt az igény a közös ünneplésre, mondta Berlinger Attila igazgató. Volt egy kis bizonytalansági faktor, hogy vajon a város népe örömmel fogad-e egy szilveszteri bulit, egy jó hangulatú, debattyús jellegű bált. Hát azt gondolom, minden várakozásunkat felülmúlt az érdeklődés, és azzal a kellemes gonddal kellett inkább megküzdenünk, hogy több mint 200 érdeklődőnek sajnos már nem tudtunk helyet adni. Fantasztikus hangulat, igazi szilveszteri báli millió fogadta az ide érkezőket. Közel 300-an köszönthették itt az új évet, és búcsúztatták ugye az óévet. Kiváló zenekar, a Bravo zenekar és egy nagyszerű DJ, Táborfi Gábor kollégánk prezentálta a műsort. Nem csak a szilveszteri bál esetében, hanem az évvégi decemberi események, akár ha visszaemlékezünk röviden az adventre is bebizonyította, hogy visszatért a látogató közönség. Ez egy egyéves kemény munka volt a Covid járvány után. Nagyon nehezen indult, döcögősen indult, félházzal működött sok műsor, most viszont tényleg az a kellemes időszak következett el, hogy inkább jegyszűkében vagyunk, és bármilyen színházi, kulturális est, koncert, illetve egy ilyen bál rendezésére adjuk a fejünket, azt gondolom most folyamatos teltházzal tudunk működni. Bár január 12-ig zárva van a ház a takarékosság miatt, az ezt követő időszakban számos programot bonyolítanak majd. Egy héten át zajlik a Magyar Kultúra Hete program kínálata. Január 19 és 25-e között egy nagyon színvonalas rendezvénysorozattal ünnepeljük meg mi is. Elsősorban azt a két jeles évfordulót, ami ebben az évben a magyar kultúrának a alapkövét is, illetve az egyik alappillérét jelenti. Egyrészt Kölcsey Ferenc himnusza, ugye a nemzeti himnuszunknak a 200. évfordulóját ünnepeljük, 1823-ban írta a költő, illetve Petőfi Sándor születésének is ugye a 200. évfordulója érkezett el. Ez egy állami program keretében nagyon sok országos programmal színesedik, és mi is úgy gondolom, hogy méltó elemeit fogjuk ennek majd ezen az egész héten megeleveníteni, és hát a Petőfi emlékév az majd folytatódik, annak még nagyon sok kulturális része lesz ebben az évben is. A január a színházi évad indulását is jelenti. Két darab is bemutatkozik a bérleti sorozatban. Hagyományosan az őszi-téli évadnak ilyenkor az előadásai megvalósulhatnak. Január végén is lesz egy kiváló színházi előadásunk, az Úrilány szobát keres, illetve február végén pedig Charlie Chaplinnek egy nagyszerű előadása elevenedik meg itt a Babits színpadján. Kettő között lesz egy Andersen mese a gyermekeknek is, és ezen kívül pedig egy picit halasztott módon, de úgy döntöttünk, hogy egy újévi koncertet is szervezünk. Egyrészt felbuzdulva itt a szilveszteri nagy népszerűségnek örvendő bálunkon, másrészt meg úgy gondoltuk, hogy még ha halasztva is, de érdemes egy újévi koncert megtartásába is belefognunk. Január 29-én a Budapest Jazz Orchestra sztárvendégekkel, Polyák Lilla, Gájer Bálint és kiváló énekesekkel érkezik. Egy nagyon színvonalas műsort kezdtünk el hirdetni, és már a jegyek kaphatóak is, úgyhogy látjuk, hogy az érdeklődés már erre is nagy lesz. Én azt gondolom, hogy minden nehézség ellenére a Kulturális Központ takarékossági intézkedések bevezetése mellett folytatni szeretné a működését. Minden bizonnyal nehéz téli időszak elé nézünk, és bizonyos kisebb-nagyobb korlátozások ugyan elfogadásra kerülnek majd a város részéről is, illetve én azt gondolom, hogy a közönségünk is megértéssel fogadja ezt, de az biztos, hogy nyitva fogunk tartani, és a kulturális programok sokszínűsége megmarad. A zombai Szent István király templomban adott helyszínt a Sonnenblume német nemzetiségi kórus karácsonyi koncertjének. A több mint két évtizedes fennállását ünneplő formáció a koronavírus miatt ezen a koncerten ünnepelte fennállásának 21 éves évfordulóját is, amelyre a régi kórus tagokon kívül minden érdeklődőt nagy szeretettel vártak. Mert Isten hiába,
A 2001-ben alakult Sonnenblume német nemzetiségi kórus énekétől volt hangos a zombai templom. Tavalyi évben betöltöttük a 20. születésnapunkat, viszont a rendkívüli intézkedések miatt nem tudtuk megtartani ezt a rendezvényt. Úgy gondoltuk, a 21. születésnap pont ugyanolyan szép és érdekes, ezért gondoltuk, hogy ahogy ez szokás is a kórusoknál, összehívjuk a régi kórustagokat, egy kicsit visszaemlékszünk az elmúlt időszakra, megköszönjük mindazoknak, akik támogatták a munkánkat, és mindezt egy kellemes estével kötjük össze, sőt ebben az évben úgy gondoltuk, hogy a karácsonyi koncerttel kötjük össze ezt a nagyon szép alkalmat, ahova vendégeket is meghívtunk. Bízunk benne, hogy talán mindenki úgy fogta föl, hogy mi is ajándék vagyunk, de hát természetesen apróságokkal, emléklappal, a volt kórustagoknak egy kis akácmézet ajándékoztunk ebben a megfázós időben, talán mindenkinek, meg aki énekel, annak jó, hogyha a torkát a méz simogatja, apróságokkal, és azt hiszem, hogy a köszönet szavai talán számítanak számukra is. Krisztus király, teszem kezedbe, helyezzük sebzett életünk. A 21 éves fennállását ünneplő nemzetiségi kóruson kívül több fellépője is volt a délutánnak. A katolikus templom megtelt érdeklődőkkel, a régi tagokon kívül a helyiek is örömmel fogadták el az invitálást a koncertre. A Sonnenblume kórus tagjai örömmel készültek a jeles alkalomra, az év folyamán hetente egyszer próbálnak. A kórusunk nem túl nagy, most jelenleg 10 főt számlál a kórusunk. Általában olyan 10-11-2 fő körül volt mindig is a létszám. Nem túl egyszerű a sok-sok program és a sokféle munka mellett összehozni a próbákat, de én úgy gondolom, hogy akik mai napig együtt maradtunk, nagyon-nagyon lelkesen részt vesznek ebben. Így hetente egyszer azért sikerül egy-egy próbát összehoznunk Szili Lajos kórusvezetővel, művésztanárvezetőnkkel, akinek nagyon-nagyon-nagyon kell köszönnünk minden egyes alkalmat, amikor együtt dolgozik velünk, mert szakmai munkája borzasztó nagy segítség. A karácsonyi koncert alkalmával szebbnél szebb dalok csendültek fel a Sonnenblume német nemzetiségi kórus állandó tagságának köszönhetően. A rendezvényen azonban a közös éneklésre is adódott lehetőség. Elég széles repertoárt igyekeztünk bemutatni. Itt a német nyelvű templomi énekektől a kórusműveken át többféle műfajt is megjelentettünk, de nagyon nagy szeretettel vártuk vissza a régi kórustagokat a záró dal eléneklésére, amit velük is annak idején többször is énekeltünk, és ez a Stille Nacht volt, úgyhogy aki tehette és el tudott jönni, az itt volt és beállt közénk együtt énekelni. Fő gerince a műsorainknak általában a német nemzetiségi népdal. A legtöbb dalunk ezek közül tevődik ki, és ezt tartjuk legfontosabbnak, hogy ezeket a népdalokat meg is mutassuk minél több helyen. De nagyon szívesen veszünk részt egyházi rendezvényeken is, nem csak karácsonyi vagy adventi koncerteken, hanem évközben a környéken, hogyha rendeznek valamilyen egyházzenei találkozót, vagy esetleg miséket, német nyelvű misét, akkor ott is éneklünk. Értelemszerűen akkor ide annak megfelelő műveket éneklünk, és nem csak németül, hanem esetleg latinul, vagy éppen olaszul, vagy magyarul is, tehát magyar nyelvű műveket is éneklünk. A zombai Sonnenblume német nemzetiségi kórus a jövőben is törekszik rá, hogy fellépéseivel színesítse a település rendezvényeit.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!